Folyamatosan kóstolták a marhahúsból készült pörköltet a főzőversenyre benevezett 8 fős csapatok kuktái. A résztvevő csapatok között a kezdőtől a többszörös nyertesen át a baráti és szervezett csapatokon keresztül a hazai és külföldi nevezőkig mindenféle formáció színesítette az amúgy is tarka hétvégét. Több Tarka Marha Fesztiválon is nyert főztével a György István által vezetett csapat, akik idén is többféle ízvilággal készültek. Ez egy savanyú vetrece. Marhahús csíkokra van vágva, citrom lesz benne, mustár, egy pici ecet, kicsit cukor, savanyú, nem lesz benne paprika, ilyesmi, semmi nem lesz. Az meg egy igazi marhapörkölt lesz. Abba paprika, hagyma, minden lesz. A fesztiválon minden évben jelenlevő Bonyhádi Tűzoltó Egyesület tagjai nem csak főztek, hanem szolgálatban is voltak, mivel fával tüzeltek a rendezvényen. Autójuk indulásra készen állt, hogyha bármilyen káreset történik, a lehető leggyorsabban odaérjenek. A benevező csapatoknak este fél hétig kellett elkészülniük és felszolgálniuk a főztjüket a háromtagú zsűrinek. Lovász István mesterszakács volt a zsűri elnöke, mellette a két alpolgármester értékelt, amelynél döntő szempont volt a tarka marhahús felhasználása. A gasztrokulturális programok mellett számos kísérő program garantálta a szórakozást minden korosztálynak. A szabadságtéri zöldövezetben ügyességi és készségfejlesztő játékok, csillám és henna tetoválás várta a kicsiket. Bonyhádi Barangoló címmel pedig városismereti versenyt rendeztek. A 19. alkalommal megszervezett Tarka Marha Fesztiválon több ezeren vettek részt.